Először is azt látjuk, hogy Jézus az oltári szentség alapítását hozzá kapcsolja a hagyományos zsidó szédelesti vacsorához. Amikor ünnepelték az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepét. És ez nem véletlen. Vagyis alapvetően úgy tekintünk az eukarisztiára, mint a szabadulásnak a megélésére. Amikor szabad vagyok, amikor kilépek a bűnházából, és belépek a szabadságnak a földjére. Udvardi György megyés püspök nem először fogadta el a Keresztény Értelmiségiek Szövetség tolnai csoportjának felkérését. Az előadásban a gyakorlati kérdésekre is választ kaphattak a hitüket gyakorlók. A bűnbocsánat kérdése elsőre talán megrettentő és nehéz, de ha tiszta szívvel és lélekkel állunk meg, hirtelen minden világos és egyszerű lesz. Isten egészen bizonyos, hogy nem csak tanít, nem csak életével táplál bennünket, hanem figyelmeztet is. A figyelmeztetéseket nem úgy kell értenünk, mint általában egymást szoktuk figyelmeztetni, hanem ez jelent egy fölismerést, valami nehézé válik, valamire rádöbbenek, hogy ez már nem jó, nehéz. Valamikor hoztam egy döntést, de most már ez nem jó. Vagy valamikor, amikor meghoztam, akkor talán helyes volt, de az élet tovább visz, és változtatni kell. Önmagában a felismerés egészen bizonyos, hogy a Szentléleknek a műve bennünk. Biztos, hogy a bűnbocsánat nem rajtam kívül történik. Tehát nem tud megbocsátani az édesapa, édesanyja sem a gyereknek, ha a gyerek nem akarja a megbocsátást kérni, befogadni. Isten ugyanígy van. Ő egészen bizonyos, hogy nem változik, egészen bizonyos, hogy nem lesz elege egyszer belőlem, és az is egészen bizonyos, hogy mindig az irgalmával közelít hozzám. Ezt nem vonja vissza, de nekem magamnak kell fölismerni a lélek segítség, és nekem magamnak kell döntéseket hozni. Mert a döntésem nélkül nem lehet bűnbocsánat sem. Fel kell ismernem, magamnak kell látnom, ha nem épülésemre, hanem leépülésemre van mostani élethelyzetem. Hogy nem közeledek, hanem távolodok attól, aki nem csak valahonnan a távoli fenségéből csupán hajlandó meghallgatni és elfogadni vallomásomat, hanem vágyik az én bűnvallásomra, mert mindennél jobban vágyik arra, hogy elém jöjjön és átvegye lelkem terheit. De ehhez át kell azt adnom, mert a szeretet nem erőszakos, nem hangos és nem kényszerít. A bűnbocsánat kifejezés egy nagyon szép kifejezés, mégis tartalmazhat a mindennapi megközelítésben egy olyan elemet, ami valami rosszra utal. Valami rosszat elkerülni, valami rossz az életemben, ami kényelmetlen, vagy önmagában ez a kérdés kényelmetlen. És azt gondolom, hogy itt az életről van szó. Meghoztam a döntést egyszer, egy nagy döntést. Hogyan akarom élni az életemet? Milyen Istennek akarom adni az életemet? És ezt a döntést kell a mindennapi cselekedeteinkben megerősíteni. De akkor tudok békés lenni, és akkor tudok nyugodt lenni, ha a döntéseim egységben vannak az alapvető döntéssel, és a mindennapok döntésével. Ugyanez igaz egy párkapcsolatban, ugyanez igaz szülő-gyermek kapcsolatában. Akkor a szülő valamit megenged, vagy nem enged meg, és következetesen teszi ezt. Akkor ezek döntések. És nem úgy dönt, hogy most mihez van kedvem, mire van energiám, mi tetszik, hanem az alapján dönt, hogy mi jó a kapcsolatunknak, mi jó a gyermeknek, mi jó a közös fejlődésünknek. Persze ez napjainkban nem túl divatos magatartás, mert úgy tűnik, hogy nagyobb teret akarunk engedni a pillanatnyi döntéseinknek, akár egymásnak ellentmondó döntéseknek is, és ha ezt tesszük, akkor bizony az érzelmeink fognak vezetni bennünket, a hangulat, a jó érzés, vagy éppen a kellemetlennek tűnő konfliktusok elkerülése. Márpedig konfliktusok nélkül nem tudunk a döntéseinkben állhatatosan kitartani. Tehát mindennapi döntésről van szó. Advent időszaka, a megváltó születésének várása megvilágítja az utat. Két nagy időszakot tartunk arra, hogy fölismerjük saját bűneinket. A nagybődben inkább magamra figyelek, hogy ki vagyok én, milyen magatartásom van, milyen életvitelem van. Adventben
ez másik szempontból kerül elő. Ki az az Isten, aki jön hozzám? Ki az, aki közelít? És a vele való találkozásra való készület eredményezi azt, hogy bizony meg akarok változni. Akarok változtatni gondolkodásmódomon, reményemen, mindennapi cselekedeteimen, akarok bűneimen, mert nem akarok azokkal együtt élni. De sokkal inkább azért, mert fölismerem, hogy ki az az Isten, aki nincs távol tőlem, nem hagy el, nem hagy magamra, csak akit be kell engedni az életembe. És egyébként ez a leghosszabb út, mert itt valójában miről van szó? Az agyamtól a szívemig. Ez a leghosszabb út, amit az embernek be kell járni. Az Isten ott van, ezt be kell látni. Ha érezzük, hogy valami hiányzik, ha lelkünk vágyik valami számunkra még megfogalmazhatatlan felé, ekkor lehetünk biztosak abban, hogy Isten kopogtat finoman az ajtónkon. A kérdés csupán, hogy vajon kinyitjuk-e neki?